A Petőfi évforduló keretében a 200 éve született költőre emlékezett Székesfehérvár önkormányzata és a Magyar Irodalom Történeti Társaság Fejér megyei tagozata a Pelikán udvar bejárata melletti emléktáblánál Lerner Zsolt alpolgármester idézte meg a korszakos lírikus életének Székesfehérváron vándorszínészként eltöltött időszakát. Petőfi nem először 42-ben jött ide Fehérvárra, hanem már 1837 júniusában Budapestről ment Ostfi asszonyfára, és itt szállt meg Fehérváron, a Pelikán fogadóban. Egy később, valóban 1842. november 10-én érkezett a városban, mint színész, 9-én. 10-én már fellépett, és gyakorlatilag 1843. január 10-ig színészkedett itt Szabó József társulatában. Bakonyi István irodalomtörténész a Magyar Irodalomtörténeti Társaság képviseletében osztotta meg gondolatait a költő különleges, kalandokkal teli életművéről, amely legendává nemesítette a költőt. Az utcán megkérdezünk valakit, hogy mondjon egy költőt, szinte biztos, hogy Petőfi nevét mondja, hiszen ez az a költői életmű, ami túl is mutat önmagán, és mindenképpen benne van szerintem minden magyar ember tudatában. Az más kérdés, hogy vannak közhelyeink, amiket el szoktunk vele kapcsolatban mondani, és ennél sokkal gazdagabb és sokrétű az életmű, de én azt hiszem, hogy az évforduló arra is alkalmas, hogy ezeket a kevésbé ismert dolgokat jobban észrevegyük, nem feledvén természetesen azt sem, amit az iskolában tanultunk Petőfi életműnek a lényegéről. Én a szerepben jó ízűs szívemből neveték, pályámon, úgy is tudom, lent ok sírni még. A Székesfehérvári Nemzeti Játékszíni Társulatra emlékezve Kozári Ferenc, a Vörösmarty Társaság színművésze, egy játékos Petőfi verssel erősítette meg a megjelentek előtt, hogy a Petőfi kultusz ma is él. A megemlékezés zárásaként Lerner Zsolt és Bakonyi István megkoszorúzta a költő emléktábláját.